Én igyekszem felhívni a figyelmet arra, hogy az igazságot elmondják, egyrészt azért, mert tudják, hogy már mindegy, másrészt azért, mert tisztában vannak vele, hogy a legtöbb embert nem is érdekli, és még ha érdekelni, akkor sem lenne képes valószínűleg felfogni. A föld alakja éppen egy ilyen igazság. Az az érdekes, mint minden más igazságban, hogy amint az ember fölfedezi, utána elkezdi ezt látni és észrevenni mindenhol. Azok, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy a Föld lapos, hatalmas tudatlanságról és ostobaságról tesznek tanúbizonyságot, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy lapos, vagy bármi más alakú. Hogy is lehetne mindegy, mikor évtizedek óta bombáznak minket a különböző űr kalandokkal és az úgynevezett tudományos fantasztikus történetekkel. Milliárdokat, de lehet, hogy százmilliárdokat költenek arra, hogy felfedezzék ezt az állítólagos űrt, aprólékosan kimunkál eszközöket és küldetéseket mutatnak be nekünk időről időre. Hogy is mondhatnánk azt, hogy teljesen mindegy hogy ezek után, hogy lapos vagy sem, hogy lenne már mindegy. Amennyiben azt mondjuk, hogy nem igaz az űr, már pedig nem igaz, és mindaz, amit nekünk előadnak, az csak egy színjáték és egy hoax, akkor fel kellene, hogy merüljön a kérdés az emberekben, hogy egyrészt hova tűnik a pénz, másrészt miért? Ezért mondom azt, hogy tudatlanság és ostobaság azt állítani, hogy teljesen mindegy. Egyáltalán nem mindegy. A legtöbb ember világa, gondolkodásmódja és egész élete arra épül, hogy ő egy beszélő űrmajom, aki hozzáragadt egy gömbhöz. És egész léte tulajdonképpen véletlen események összessége. Ezért néz ki úgy a világa, hogy kinéz. Az, amiről én beszélek, az egy teljesen más megközelítése az életnek. Számomra egyáltalán nem nevetségesebb az, hogy van egy teremtő, aki ezt az egészet létrehozta, mint az, hogy ez a kő, Oumuamua, egy távoli galaxisból elutazott egészen idáig. Természetesen ez nem létezik a valóságban, hiszen ez csak egy rajz. Mint minden más, ami az űrkutatással kapcsolatos. Semmi, sem felvétel. Minden csak egy rajz, vagy egy grafika. Pontosan ez a lényeg. Azok, akik elhiszik az űrt, a végtelen űrtazást, meg ezeket a dolgokat, azok egy álomvilágban élnek. Valaki más fantáziájában. Még egy valós felvételük sincsen róla, mint egy képregény. Amennyiben elfogadjuk, hogy a Föld nem egy gömb, az űr nem létezik, és ez az egész egy hoax, onnantól kezdve nyilvánvalóvá kell válni annak a ténynek, hogy van egy összeesküvés, annak érdekében, hogy sötétségben és tudatlanságban tartsa a világot. Számomra világos, hogy létezik ez az összeesküvés, világosabb, mint a nap. Én látom mindenhol ezeket a jeleket, sőt, szerintem egyértelműen tudtunk rajják Azért, mert így űznek gúnyt a tudatlan többségből. Elmondják, mert elmondhatják, hiszen tudják, hogy a legtöbben nem fogják felfogni ezt a dolgot. Hogy miről szól ez az összeesküvés, azt nehéz lenne elmagyarázni ebben a rövid videóban. Egy dolgot azonban mindenképp szeretnék megmutatni. Előtte azonban feltennék egy kérdést. Elgondolkodott már valaha azon valaki, hogy miért a körző, és ez a szögmérő a szabadkőművesség jele? Gondolom az tiszta sor mindenki számára, hogy a szabadkőművesség az egy létező mozgalom. Ez egy évszázadokra visszanyúló, félig meddig titkos társaság. Természetesen a nagyja a tagoknak nincsen tisztában az igazi céljával ennek az intézménynek. Azonban ahogy egyre feljebb másznak a lépcsőn ezek a karakterek és közelednek a piramis tetejéhez, Egyre inkább megismerik, hogy mi is az az erő, ami mozgatja ezt a titkos társaságot, és nem csak ezt, hanem az összes többit és az egész világot. Én próbáltam ezt felfedni innen, felfedni onnan, megközelíteni a dolgot különböző perspektívákból, és úgy gondolom, hogy ez Abaja Hua segítségével viszonylag sikeres volt ez a küldetés. A cél a hazugság leleplezése és az igazság megismertetése az emberekkel. Az, hogy mi az igazság, arról én nem szeretnék vitatkozni. Én tudom, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő tudja az igazságot, vagy hogy mindenkinek megvan a saját igazsága. Én egyáltalán nem ebből a szempontból közelítem meg ezt a dolgot. Én azt mondom, hogy az egyetlen igazság az írásokban van, ami a 66 kanonizált könyv, vagy a legtöbben a Bibliának ismer. Ha már itt tartunk, megmutatom, hogy ez a könyv elmondja nekünk, hogy létezik egy összeesküvés. Ez például a Zsoltárok második fejezet, amely így szól. A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak. Jahua ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Egyértelművé téve az, hogy a föld királyai, azok, akik uralják ezt a világot, Melech, király, illetve a fejedelmek, hazon azok, akik súlyosak, akik befolyásosak, akik parancsolnak ebben a világban, azok együtt, azaz egy egységben, egy közösségben, egységesen tanácskoznak, azaz megalapoznak, megalapítanak, kijelölnek, rögzítenek valamit. Egységben tanácskoznak és megalapítanak valamit a teremtő és az ő felkentje ellen. Láthatjuk tehát, hogy figyelmeztetett minket a Zsoltárok írója, Arról, hogy létezik egy összeesküvés, és nekünk figyelnünk kell erre. De térjünk vissza a kérdésre, ami elhangzott korábban. Szóval, miért a körző és a szögmérő a szabadkőművesség jele? Ezen kívül természetesen megtalálható a hatágú csillag, a mindent látó szem és az összes többi. De alapvetően a szabadkőművességgel a körző és a szögmérő az, ami azonosult. Mondhatnánk azt természetesen, hogy azért, mert egy kőműves valószínűleg már akkor is ezekkel a szerszámokkal dolgozott, hiszen ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy épület létrejön, szükség van egy tervre. Fel kell vetni az alapot, meg kell határozni a méreteket, az épület szerkezetét és az anyagokat, amelyekből építkezünk. Többek között feltételezem. A körző és a szögmérő tehát nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy kőműves, vagy egy építész, vagy egy mérnök Működhessen. Az világos, hogy nem mindenki külművel, sőt, a nagyja azoknak az embereknek, akik része ennek a titkos társaságnak valószínűleg nem is mérnek. Ennek ellenére ezt a jelet választották maguknak, ezt a két eszközt. Azok, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy milyen alakú a Föld, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez az emberek többsége, ők alapvetően nem értik azt, hogy hogyan működik a világ. Tetszik vagy sem. Történelem során egészen az elmúlt néhány száz évig az emberiség túlnyomó többsége tisztában volt azzal, hogy hol él. Nem volt szükségük semmiféle iskolára ahhoz, hogy ezt meg tudják állapítani. Egyszerűen csak mindennapi tapasztalataink megmutatják ezt. Arra, amit tanulunk az iskolában, arról, hogy hol élünk, semmilyen jel nem utal az életünkbe. Egészen az úgynevezett modern korig az emberek tisztában voltak azzal, hogy létezik egy spirituális birodalom, egy olyan spirituális birodalom, amely felsőbbrendű az emberek fizikális birodalmához képest. Ez a spirituális birodalom irányítja az életünket, ha tetszik, ha nem. Ez volt az a világnézet, amelyet el kellett pusztítani és le kellett rombolni ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol ma vagyunk. Ma a legtöbb embernek meg kell mondani, hogy mit higgyen, mit gondoljon, mit érezzen, mi az, amit kedvelhet, mi az, amit nem kedvelhet, mi az, amit elfogadhat, vagy egyáltalán meg kérdőjelezhet. Ma az emberek úgynevezett oktatási intézménybe járnak azért, hogy úgynevezett tudásra tegyenek szert. Kérdés csak az, hogy ha egyre civilizáltabbak leszünk az oktatási rendszer és a tudomány vívmányainak köszönhetően, akkor hogy létezik az, hogy az emberek viselkedése rohamosan egyre primitívebbé válik? Hogyan lehetséges az, hogy ma az erkölcstelen magatartás és életforma teljes mértékben elfogadott a társadalomban, sőt olyannyira, hogy aki ellene megy ennek, az maradi, vagy elmaradott. A helyzet az, hogy le kellett rombolni a világképet, el kellett tüntetni a spirituális birodalmat az emberek tudatából ahhoz, hogy lehetővé váljon egy olyan társadalom felépítése, amelyben mellesleg most élünk, ahol az embereket úgy lehet irányítani, mint egy birkanyája. A dekadencia szellemi hanyatlást, erkölcsileg bomló, beteges állapotot jelent. A dekadencia, mint szó, az egy latin eredetű kifejezés, dekadencia hanyatlás. A dekádó lesik, lesüljed szóba. A de annyit tesz, hogy lefelé, kádó pedig esik. Gyakorlatilag zuhanó, vagy leső. Egy nagyszerű példát láthatunk arra, hogy mi is a dekadencia, wikiszótár.hu weboldalon. Az emberiség dekadenciája, vagyis szellemi hanyatlása, erkölcsileg bomló, beteges állapota a 19. század második felében indult meg rohamosan. Persze sokkal hamarabb megindult, de vajon mi történt akkor? A dekadenciát a történelem tanúsága szerint mindig a vallás hanyatlása előzi meg. Teljesen mindegy, hogy a vallás egy kontrollmechanizmus a társadalomban is, a legtöbb vallás hazugság ettől függetlenül mindegyik együtt jár valamiféle morális kóddal vagy rendszerrel, amihez a tagjainak, a hívőinek alkalmazkodnia kell. Pontosan ezért utálja a legtöbb ember a vallásokat, sőt, minél szigorúbb egy vallás erkölcsi rendszere, annál jobban utálják az ember. Legalábbis a pogányok, a világ túlnyomó többsége, a hedonisták, akik semmi másra nem gondolnak csak arra, hogy mi történik ma, és hogyan lehet kielégíteni a primitív vágyaikat. Az emberiség többsége. A dekadencia után jön a gazdasági, majd politikai bukás is. A dekadenciát csak új erkölcsi eszmék tudják megállítani. Azért, mert egy társadalomnak szüksége van egy erkölcsi rendszerre annak érdekében, hogy fent tudjon maradni. Jelenlegi társadalomban mindenki meghatározhatja magának, hogy mi az az erkölcsi rendszer, ami szerint él, hiszen mindenkinek igaza van, ugyanis az igazság és az erkölcsi norma relatív. Ez a társadalom azonban nem tud fennmaradni hosszú távon. Elpusztítja saját magát, ugyanis a gazdasági és a politikai bukás követi az erkölcsi dekadenciát. Egy erkölcsön ember vagy egy erkölcsön társadalom nem képes ellátni önmagát hosszú távon, mert a gondolatai máshol járnak majd. Ilyen a legtöbb ember ma a világban. Ezt a világnézetet, amelyet leír a Kánon, az a 66 könyv, amelyet Bibliának hívunk, el kellett, Távolítani a köztudatból, le kellett rombolni ahhoz, hogy lehetővé váljon egy ilyen tudatlan, ostoba és primitív társadalom, amelyben ma élünk. Ha meg szeretnénk előzni a dekadenciát, a tökéletes ellenszere annak ebben a könyvben található, és az az, az instrukciós sorozat, az az életforma, az az életvitel, melyet a Teremtő előírt számunkra az ő szavával. Az a világnézet, mely ebben a könyvben található, különösen a teremtés történet, év ezredeken át elfogadott volt az emberiség nagy része számára. Az ellenség, aki ezt a világot irányítja, tudta, hogy ahhoz, hogy el tudja távolítani a teremtőt az emberektől, alapjaiban kell megrengetnie az emberek hitét ezen írások megbízhatóságában. Amennyiben le akarunk rombolni egy épületet, akkor a legfontosabb és a legerősebb pilléreit kell elpusztítanunk, és utána az egész szépen leomlik magától, különösebb erőfeszítés nélkül. Uh-oh. Uh-oh, no. uh yeah. Now people are gathering in large groups. In fact, in one corner, no. I saw a group of people actually holding hands and praying. As they stand on the edge of the town bridge, which is closed, it is open to the desert oh, traffic. No. Uh, some people are working across class, but there's just no way for them to. As <laughs> I look at it, something is, I can't, it looks like they're a Is that the building going down? Is that the second building, the one that straightened the gong down? To... Yes, that is the second, that is the second, to that is the second tower. That is the second tower. Ennek a könyvnek az alapjait pedig egyértelműen az első oldal az, ami megadja. Annak ellenére, hogy azok, akik azt mondják, hogy követik ezt a könyvet, úgy értem a keresztények, a végén szokták elkezdeni olvasni. Az ellenség tehát tisztában volt azzal, hogy úgy, ahogy a legerősebb épület is leomlik, hogyha az alap pilléreit kiütik, ez a könyv is el fogja veszíteni a hitelét, amennyiben ő képes lesz meggyőzni a világot arról, hogy már a kezdetekben hibákat fedezhetünk fel. Amit azonban meg szerettem volna mutatni a kupolával kapcsolatban, az nem is annyira az, hogy ezt a teremtő a második napon teremtette, és ugye mennyezetnek hívta, ami a Héberben egyébként Rachia, úgy mint égbolt vagy boltozat. Egyébként a H7554-ből Rachá ered, mely dobbant, toppant, tapos, letapos, vagy pedig rátapos, de egyébként kiterjeszt vagy kifeszít. Vékonyra ver, finomra kalapál, kilapít valamit, bevon valamivel valamit úgy, ahogy a nemesfémmel bevonják az oltárt például, ugye, amikor Levitikusban készítik azt. Tehát ezt a mennyezetet a teremtő lelapította, kitaposta és a föld fölé kifeszítette, mintha kalapálná egy ötvös, beborítja egy kupolával az egész földet, egy mennyezettel, nem körbe, hanem mint egy félgömb. Az első napon megteremtette a világosságot és elválasztotta a sötétségtől, Azonban mindezt megelőzően a Teremtő volt az, aki az eget és a földet megteremtette. Az első oldalon, tehát egy mérnök, a tökéletes, hibátlan mérnök munkáját láthatjuk. Egy építész vagy egy kőműves. Ábjáhua a Teremtő volt az első kőműves mérnök vagy építész. A körző és a szögmérő az az építésznek az eszközei. A szabadköművesség tehát egy alternatívát kínál a Teremtő munkája mellé. Misli példabeszélek 8-as fejezetben Bölcsesség így szól: örök időktől fogva felkenettem, kezdettől a Föld kezdetétől fogva, a Teremtéstől kezdve. Ha visszaemlékszünk arra, hogy a Föld királyi felkerekednek, a fejedelmek összeesküdnek, vagyis együtt tanácskoznak a Teremtő ellen és az ő felkentje ellen, akkor most lehet egyfajta sejtésünk arról, hogy ki is ez a felkent. Még mikor semmi mélységek nem voltak születtem vala, még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepettek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet, és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mindenek előtt született a bölcsesség. De a 27-es vers az érdekes számunkra. Mikor készíti az eget, ott valék, mikor felveté a mélységek színén a kerekséget. Ez a készítészó, ez egyébként khun, és felállít, megalapoztatik, erősen áll valami. Felállítani, megalapítani, megerősíteni vagy rögzíteni valamit. Felállította megalapozta tehát az eget a teremtő. Nem egy légkör, ami a vákumhoz csatlakozik, és akkor csak ott marad, mert valamilyen varázserő ott tartja. Ez az egész egy építő mérnök munkája volt. Illetve hát még most is az. Sőt, mikor felveti a mélységek színén a kerekséget, a kerekség ez hug, kör, kerület, vagy pedig boltív. Nem egy gömböt vetett fel, hanem a kerekséget felrajzolta a mélységnek a tetejére, a színére, a felszínére. Annál is inkább, mert a felveté, ez bár kivály, kifarag, kivés vagy belevés, azonban megrajzol, kijelöl úgy, mint egy körvonalat. Tehát a mélységnek a felszínére, a felszín egyébként panim, arc, úgy, mint ahogy az ember arca, ahogyan a föld domborzata, nem úgy, mint egy labda felülete, hanem úgy, mint egy sík felületnek a domborzata, mint egy arc. Erre az arcra felrajzolta a kör ívet. Akkor kezdi most már érteni mindenki, hogy mekkora is valójában az átverés, és miért mondom azt, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, és hogyha valaki megismeri az igazságot, akkor ott fogja látni mindenhol maga körül, akkor most már világos, hogy mit jelent a körző és a szögmérő a szabadkőművesség jelében felrajzolta a mélység színére, vagy a mélység arcára ezt a kört, ami a mi világunkat alkotja, erre azután felalapozta az eget, felhúzta rá, mint egy sátort. Bölcsesség egyébként tovább folytatja, és így szól, mikor felveti a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát, mikor megállapítá e földnek fundamentumait. A fundamentum az alap, alapzat, vagy pedig alapozás. Masszád. A szád szóból ered, mely megalapoz, megalapít, kijelöl vagy pedig rögzít. Ezekből a versekből nem juthatunk más következtetésre, mint arra, hogy a Föld nem egy gömb, úgyhogy valaki, aki a Bibliát követi, nem mondhatja azt, hogy a Föld az egy gömb azért, mert az írások erre utalnak. Az írások egyértelművé teszik, hogy a Föld nem lehet egy gömb, legalábbis nem úgy, ahogy ők elképzelik. A Földnek megvan az alapzata, utána az arca, amin kijelölte a teremtő a kört, és erre felépítette az égboltozatot. Itt van még egy nagyszerű példa erre, ez Zsoltár Tehelim 19, szózatuk kihat az egész földre, a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Miről beszél? Nézzük meg! Az első, illetve a második versben leírja. Az egek beszélik Elohim dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat, ami rakhia. Az égboltozat Elohim dicsőségét és az ő kezeinek a munkáját hirdeti, hogy ha az ellenség ezt el tudja valamilyen módon felettetni az emberekkel, illetve meg tudja kérdőjelezni, akkor alapjaiban rengeti meg ezt a világnézetet, és pontosan ez az, ami történt. Elohim, Jehua, a Teremtő, mint egy építész mérnök létrehozta az emberek számára, ezt a tökéletes lakóhelyet, úgy, mint egy sátort. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nincs olyan szó és olyan beszéd, melynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, a világ végére az ő mondásuk, a napnak csinált bennük sátort. Miben? Az ég benne csinálta a sátort a napnak. Ez pedig nem más, mint egy sátor. Egy sátor így néz ki, egy sátor nem egy gömb, egy sátor, egy félgömb. Van alapzata, és aztán ott lehet felhúzni. De nézzük tovább, mit csinál ez a nap. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályáját. Nem a föld kering a nap körül, hanem a nap az, ami futja az ő pályáját. Ez egyébként fut, úgy, mint ruc. Fut, szalad, vagy pedig rohan. A pálya az orá, úgy, mint út, vagy pedig ösvény életút, hogyha emberről van szó. A napnak tehát van egy pályája, amit befut a föld körül az égben, ami tulajdonképpen egy sátor neki. De nézzük a hetes vers az, amit meg akartam mutatni. Kijövetele az ég egyik szélétől, s forgása a másik szélég van, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az egyik szélétől a másikig a forgása, ez te úgy, mint körforgás. A nap haladása, pályája, vagy pedig mozgása. Hiszen a nap forog a föld körül, benne ebben a sátorban, melyet a Teremtő készített neki, és járja a pályáját ebben benne. Azért mondja, hogy nincs semmi, ami elrejtőzhetnék a hevétől, mert hogyha mindenhova kiterjedne a fénye, akkor valóban nem lehetne elrejtőzni, hiszen ebben a rendszerben nincs hová bújni. Egy gömbben, vagy egy gömbön azonban csak átmegyek a másik oldalára és elrejtőzök elől. Ez a kupola tehát, amit készített a föld fölé, a teremtőt elválasztja tőlünk, ő ott lakik e fölött. Erről ír egyébként Ézsaiás a 40-es fejezetben a 22-es versben. Ki ül a föld kereksége fölött? Ez nem más, mint húg. Ugyanaz a húg, amiről az előbb olvastunk. Ez egy kör, egy kerület, vagy egy bolt ív. Ez nem egy gömb nem arról beszél, hogy a gömb fölött kiül, arról beszél, hogy a kör, vagy a kerület, vagy a bolt ív fölött kiül, melynek lakói, mint sáskák, ki az egeket, vagy samaim kiterjeszti, mint egy kárpitot, kifeszíti, mint sátort lakásra, mint a kárpitot, nem úgy, mint egy labdát felfújja, hanem mint egy kárpitot kifeszít, mint ahogy a sátort felállítja az ember. A sátor pedig nem egy gömb. Így néz ki egy sátor. Így kell egy sátort kifeszíteni. Pontosan ezért laktak az emberek sátorban. Hogy ez is emlékeztesse őket arra, hogy hol élnek, hogy kapcsolatban vannak a teremtőjükkel, hogy ne feledkezzenek erről a soha. Egy kérdést tesz fel egyébként az előző verszakban Ézsaiás, és ez így szól, hát nem tudjátok és nem hallottátok-e? Hát nem hirdettetett nektek elejétől fogva? Hát nem értettétek-e meg a föld fundamentumait? Ma úgy mint alap, alapzat, vagy pedig alapozás. Mert a földnek van egy fundamentuma, egy alapja, erre feszítette ki a föld égboltozatát, és annak a kerülete fölött él, onnan néz le, és látja az embereket, mint a sáskákat, egy gömbön, hogy is lehetne ezt megvalósítani. Itt azonban egyértelmű, hogy mi történik. Az alapzata vagy a fundamentuma, az arca a földnek, rajta a kereksége, fölötte pedig a rachia, vagy a mennyboltozat, amelyet kifeszített, mint egy kárpitot, és itt a kereksége fölött él, és nézi az embereket, mint a sáskákat. Pontosan úgy, ahogyan mi tennénk azt, hogyha lenne terráriumunk, illetve hát azok, akiknek van, ezt teszik. De szeretem szerettem volna igazából megmutatni mindenkinek, hogy mindenhol ott van körülöttünk az igazság, hogyha megvan a megfelelő szemüveg és perspektíva, amivel nézzük ezt. A kupola az építészetben kör vagy elipszis alaprajzú, jellemzően félgömbszerű csúcspontján záródó boltozat. Pontosan úgy, ahogyan azt leírja, a teremtés történet, illetve az írások beszélnek a földről mindannyiszor, amikor szóba kerül annak szerkezete. Nem csak, hogy egy látványos, de ugyanakkor statikai szempontból is kiváló szerkezet. Ugyanis a felületi nyomóerő és a hatalmas önsúlyból adódó gyűrűs feszültség révén szerkezetileg rendkívül stabil. Hagyj mutassam meg jobb 9-es fejezetet, a 6-os verset. Ez itt természetesen a teremtőről, a Huáról beszél, az ő hatalmáról, amikor ezt írja: aki kirengeti helyéből a Földet úgy, hogy oszlopai megrepedeznek. Az oszlop pedig nem más, mint a mód, oszlop vagy pedig pillér vagy emelvény. Pontosan úgy, ahogy azt a fényképeken látjuk. Ezért mutatta meg annyiszor ezt a rajzot, hogy mindenki jobban el tudja képzelni, hogy mi is az a világ, amelyekről az írások beszélnek. Láthatók a Föld oszlopai, a talapzata, az alapja, a felszíne, melyre a kört felrajzolta, erre azután felépítette az egeket, és annak a kerületén, a tetején lakik maga a teremtő Jahua. Jobb könyve egyébként az egyik legrégebbi írás, úgyhogy ezért mondom azt, hogy már a kezdetektől fogva az emberek tisztában voltak azzal, hogy hol élünk. Csak nekünk olyan furcsa ez, mert az egész életünket legalábbis a legfontosabb éveket a propaganda és a programozás tanulmányozásával töltjük el. Mutatnék még egy példát, erre ez pedig Samuel a vagyis első Samuel második fejezet, 7-8-as vers így szól. Jahua szegényét tesz és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal. Ismét csak az ő hatalmáról szól, felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségének székét adja nekik. Mert Jahuájé, a földnek oszlopai, és azokra helyezi a föld kerekségét. Ez az oszlop itt macuk és tartóoszlop, vagy pedig öntött tartóoszlopot jelent. Egyébként a cuk önt, kiönt, olvaszt szóból ered. Formázta a föld tartó oszlopait, és arra helyezte rá a föld kerekségét. Ez a szó tebel, és a föld kerekséget jelenti, vagyis az egész világot. Ez egyébként a ha úgy, mint hogy a Föld, ahol élünk, ennek a költői szinonimája ez a kifejezés tebea. Ha megnézzük az izraelit, a magyar társadalmat, akkor láthatjuk, hogy a örökkévalói, a Föld oszlopai rájuk helyezte a világot. A Föld oszlopai, és ráhelyezte a világot. Azt hiszem, hogy így teljes a kép mindenki számára, egyrészt az ügyben, hogy hogyan is néz ki a világunk, másrészt, hogy miért is látjuk ezt megjelenni az építészetben. Szerintem egyébként egészen megdöbbentő, hogy ezek a dolgok mind végig a szemünk előtt vannak és voltak, és mégis ennyire kevesen vettük és vesszük észre. Bizonyítván, hogy ha a tám valóban megtévesztett az egész föld kerekségét. Világos most már, hogy miért láthatjuk ezt a struktúrát annyiszor? Azért, mert a szabad akik az építészet történetét meghatározták, pontosan tudják, hogy hol élünk és így űznek gúnyt az ostoba, tudatlan tömegekbe. Az igazságot mindenhol fel lehet fedezni, hogyha az embernek megvan a megfelelő szemüvege, hogy lássa azt, és a megfelelő perspektívából szemléli. Az alapzat, az oszlopok, rajta a kör, a felületen, és a fölött a mennyboltozat, annak a tetején pedig maga a teremtő. Az egy más kérdés, hogy ez mindenképpen egy pogány vallásnak a szimbóluma, de a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy elárulják és elmondják és megmutatják nekünk, mert tudják, hogy a legtöbb ember soha nem fogja felfogni. Ez egyébként az Esztergomi bazilika, ez pedig a Szent Péter bazilika, ahol ugyanúgy láthatjuk a megszokott elemeket, a fundamentumait, az oszlopait, az alaprajzát, ezt a kört, amit fel rajzolt az arcára a földnek, és utána kifeszítette az égboltozatot, ezt a rachiát, és fölül, ahol az ég kerületén jár és vigyeli az embereket, mint sáskákat. Ez itt a Taj Mahal egyik dóm struktúrája, ugyanúgy az oszlopokkal, a boltozattal és az égbolt kerületével a tetején. Ez pedig itt a világ legnagyobb kupola struktúrája, Indiában, a Maharashtrata Technológiai Intézetnek az alkotása. Láthatjuk az alaprajzot, amihez a szögmérő kell, majd pedig a föld fundamentumait vagy oszlopait, rajta a kerületét a szögmérővel, majd pedig a kupolát és végül az ég kerületét, ahol a teremtő lakik. Pontosan úgy, ahogy ezt megfigyelhetjük itt Gyakorlatilag végtelen példát lehet erre mutatni az építészetbe, hiszen hogyha az ember megismeri az igazságot, akkor mindenhol látni fogja azt. Remélem, hogy segítettem és hasznosnak találtátok ezt a videót. A cél az, hogy minél több ember megértse az igazságot és eljusson a felismerésig, hogy az egész élete egy hazugság volt. Minden, amit a világról tudott, az valaki másnak a képzelete. A valóság pedig sokkal, sokkal egyszerűbb és nagyszerűbb, mint az bárki is el tudta volna képzelni. Halleluja! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!